Tamásiban a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt termékekkel telt meg a Mezőtúri Erzsébet rendezvénytér. Tamási város önkormányzatán kívül 8 település részvételével zajlott a hagyományszerűen megszervezett esemény. 9. alkalommal kerül idén megrendezésre a közfoglalkoztatási kiállítás népszerű növénytermékbőrze. A cél az volt annak idején, hogy a közfoglalkoztatási programot, start közmunkaprogramot működtető önkormányzatok bemutatkozhassanak, bemutassák azokat a helyben készült, helyi alapanyagból előállított termékeiket, amelyeket a program keretében előállítanak. Ezek sok esetben példaértékű dolgok voltak, és számos élelmiszer, utcabútor, munkaruha, és még sorolhatnám tovább, mennyi minden termék készült el a program keretein belül. A helyzet egy picit azóta megváltozott. Részben ez a változás örömteli, vagy én inkább jó részben örömteli, hisz a közfoglalkoztatónk a száma az utóbbi néhány évben jelentős mértékben csökkent, és azért mondom, hogy örömteli, mert jó részt az elsődleges munkaerőpiacon találtak maguknak munkát, és ugye a cél a közmunkaprogramnak az, hogy egy átmeneti állapot legyen, és a munkaerőpiacra vezesse a dolgozókat. A foglalkoztatottak száma kezdetben magas volt, nem csak Tamásiban, a környező településeken is. Néhány kisebb településen már alig-alig van közmunkás. Itt ők már nem tudnak bemutatkozni a mostani termékbőrzén, de az a tudás, a tapasztalat, a beszerzett eszközök azok továbbra is a települések rendelkezésre állnak, és én azt gondolom, a jövő szempontjából ezek mindenképpen hasznosak lehetnek. Hát nálunk Tamásiban is az utóbbi néhány évben töredékére csökkent a közfoglalkoztatottaknak a száma, de azért mi a mezőgazdasági programot is folytatjuk. Nálunk elsősorban a virágkertészet az elsődleges tevékenység. Én azt gondolom, ez a városképen is látszik, hisz a közterületeken, intézményekben rengeteg virágot tudunk elhelyezni minden évben a tavaszi, és majd most az őszi időszakban is. De jó néhány település továbbra is élelmiszert állít elő, például lekvárt vagy savanyúságot, és még sorolhatnám. Itt a program keretein belül ezt a kiállított önkormányzatok bemutatják, lehet kóstolni, nézelődni. Én azt gondolom, hogy egy jó kis program. Annyi változás van, hogy az idén külső forrást nem kaptunk a program megrendezésére, de az önkormányzatok egy részével közösen úgy döntöttünk, hogy ne szakadjon meg a folyamat, és az idejében is rendezzük meg ezt a kiállítást. Így 9 önkormányzat fogadta el a meghívást. Igazi őszi idill fogadta az érdeklődőket a Tamási standnál, ahol a program keretében az előző évek folyamán elkészült raklapbútor is kiállításra került. Mi jó részt most már csak dísznövényeket termesztünk, nyilván van valamennyi zöldség és gyümölcsfélénk is, hiszen van fornádi kertészetünk, de annak a nagy része most már szántóföldi kultúra, de itt lenne a Vágóhíd utcai kertészetünkben van 8 fólia sátrunk, ott is van egy kis kert, tehát ott is termesztünk zöldségféléket, valamint ugye Várhegyen van egy szőlőterületünk, meg van gyümölcsösünk is, ott termesztünk a gyümölcsöket. Szeptember végétől nyílnak a kis és nagy virágú árvacskáink, az idén 40-41 ezer darabot palántáztunk el. A piacnapra szervezett rendezvény sok kíváncsiskodót vonzott a térre, ahol a kiállított termékek megvásárlására és kóstolására is adódott lehetőség. Volt olyan önkormányzat, aki zsíros kenyeret kínált, de kuglófot, szörpöt és télire eltett savanyúságot is fellelhettek az őszi hangulatú standoknál az érdeklődők. Most csak mézes puszedlit vettem, de csak azért, mert jelenleg nem lehet még vásárolni. Szerettem volna, azért is jöttem ki, mert én direkt készültem erre a napra. Elvileg délután vagy a vége felé már lehet. És hát bármit, zöldséget. Alapvetően. A 2014 óta megszervezésre kerülő termékbőrze rendszeres résztvevője Fürgetközség önkormányzata is, ahol nem csak a mezőgazdaságban jeleskednek a foglalkoztatottak.
a hagyományos termékek mellett elhoztuk a varrodai termékeinket, és itt örömmel jelezhetem, hogy akik ezeket a termékeket készítették, ők már elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy köszönhető a közmunkának, köszönhető annak, hogy ők mindig példamutatóan dolgoztak, fölvették az összes varrodistámat, és nagyon örülök annak, és ez egy ilyen záró bemutat, amit hoztunk termékeket, mint a táskákat, mint pedig a munkásruhát, hogy jövőre melyen nem fogunk jelentkezni. Egy mezőgazdasági programunk van egy szociális és hosszú foglalkoztatás is van egyébként, amivel az önkormányzatunk még operál ilyen szempontból. 50 és 60 fő között mozognak még a közmunkásaink. Én bízom abba, hogy azt a fajta rémhírt, amit terjesztnek, hogy nem lesz már közmunka, azért azt folytatni fogják, mert van egy olyan réteg, aki semmiféleképpen nem tud elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, őnekik megélhetés kell biztosítani, hogy a családnak legyen biztos megélhetése. A jó hangulatú délelőtt folyamán az érdeklődők megtekinthették a közfoglalkoztatási program keretében előállított termékek sorát, és meg is kóstolhatták, vagy a vásárlást követően haza is vihették azokat.